Sok szeretettel köszöntelek benneteket, a Bercsényi Miklós általános iskola Jászberényi tanulóit. Külön köszönettel tartozom Ördögné Legény Saroltának és Sas Juditnak, tanáraitoknak, akik megszervezték, vagy egyáltalán fölkértek erre az előadásra. Fizikaórát fogtok látni, és ez a fizikaóra olyan kísérleteket fog tartalmazni, amelyek úgynevezett motivációs kísérletek. A motivációs kísérleteknek a legnagyobb része az, hogy a gyerekeket megmutassa, hogy a fizika az nem csak arra jó, hogy a gyerekeket megkínozzuk, meggyötörjük, egyest adjunk, hanem egész egyszerűen szórakoztató, szép és nem utolsó sorban hasznos. A kísérletek közül mindenki nagyon szereti azt, amikor valami extrém dolgot csinálunk, így elsőként a hőtannal fogunk foglalkozni, és a hőtanban szeretnék megmutatni nektek egy nagyon izgalmasnak tűnő jelenséget. A kísérlet, amit megmutatok, olyan lesz, hogy akár otthon ti magatok is megcsinálhatjátok. Amint látjátok, egy fő szereplője a kísérletnek egy pumpa. A másik fő szereplője egy pillepalack. A pillepalack legyen olyan, hogy viszonylag keményebb falu, tehát olyat keressetek, amelyben buborékos ásványvíz van, az, amelyik nem buborékos, az nagyon könnyedén összehorpadhat. Kell még hozzá majd egy dugó, az pontosan ide beleillik a palacnak a szájába, és a dugót keresztül fogunk dugni egy labdaszelep fújó tűt. A labdaszelep fújó tű csatlakoztassuk a pumpához, és hogyha elkezdem a levegőt bepumpálni, szép lassan nyomjuk befelé a levegőt, egyre nehezebb és nehezebb lesz a pumpának a karját lehúzni, hiszen elleneszegül a levegő annak, hogy kis helyre nagy mennyiségű levegőt pumpáljunk be, és ahogy nézem, egyre nagyobb és nagyobb lesz a légköri nyomás, pontosabban a légköri nyomásnak most már közel a duplája lett ennek a palacnak a nyomása. Abban az esetben, hogyha kihúzzuk a dugót, nem is nagyon kell húzni, ez jön ez magától, nézzétek meg, keletkezik a palacban egy felhő. A felhőt könnyedén el lehet tüntetni, csak ismételten el kell kezdeni pumpálni a levegőt, és ahogy a nyomás egyre nagyobb és nagyobb lesz, szép lassan eltűnik. Nézzük meg még egyszer a kísérletet, és miközben a kísérletet csinálom, aközben magyarázom is, hogy mi történik. A körülöttünk levő levegő, amit a pumpa nyom be ebbe a tartályba, tehát ez a körülöttünk levő levegő nem csak oxigént, nitrogént, oxigént, argont, széndioxidot tartalmaz, hanem tartalmaz vízpárát is. Ez a vízpára teljesen el van, tehát cseppekre, nem cseppek formájában, hanem molekulák formájában található, röpködő vízmolekulákat találunk, és ezek annyira kicsik, hogy nem zavarják a levegőnek, a levegőn keresztül a fény terjedését. Abban az esetben, hogyha lecsökkentjük a nyomást, akkor le fog csökkenni a hőmérséklet is, és ezen a ponton elkezdenek a vízmolekulák összetapadni, akkor a cseppekké fognak összeállni, hogy ezek a cseppek már akkorák, hogy a fény útját zavarják. És ezért aztán nem átmegy rajta akadálytalan a fény, hanem tulajdonképpen visszaverődik, szétszóródik, vagyis tulajdonképpen nem látunk át az üvegen. Na, még egy utoljára megmutatom, és azt kell látni, hogy amikor ismét elkezdem pumpálni, megmelegszik a levegő, és ismét oldatba kerül a vízmolekula. Szerintem nagyon szép. Otthon megpróbáljátok. Azt azért hozzáteszem, hogy ha minél nagyobb nyomást alakítunk ki, annál nehezebb lesz ezt a dugót itt bent tartani, tehát ez egy jó erős emberre van szükség. Annyit azért elmondanék, hogyha esetleg nem egy, hanem két gyerek csinálja, egyik pumpál, a másik fogja, akkor sokkal egyszerűbben fog menni a kísérlet. Abban az esetben, hogyha veszi az ember a következő kísérletet, a főszereplő ez az üvegedény lesz, gyuháredénynek hívnánk, abban az esetben, hogyha a fala belenne ezüstösen vonva, mert ugye a hőközlést szeretnénk, hogy minél kisebb legyen, tehát oda betesszük a cseppfolyós nitrogént, minél legyen kisebb a hőközlés ennek segítségével. Jaj, elfelejtettem egy nagyon fontos dolgot mondani nektek, hogy itt van mellettem úgy a telefon,
ahogyan ez nem szokott soha órán lenni, de viszont ha otthon, az iskolában fölteszitek a kezeteket, akkor azt én nem látom. Viszont látja két tanítónéni, nekik elmondhatjátok a kérdéseiteket, és esetleg, hogyha van ilyen kérdésetek, akkor fölhív, és meg tudok adni nektek erre választ. Na, tehát akkor ezt várjuk a kérdéseket. Én most öntök egy kis cseppfolyós nitrogént. A cseppfolyós nitrogént egy olyan edénybe öntöttem bele, aminek a hőmérséklete szobahőmérsékletű. A cseppfolyós nitrogénnek a hőmérséklete mínusz 196 Celsius fok, vagyis elképesztően hideg. Úgy is mutatnánk, hogy hála jó Istennek a Földön ilyen sohasem fordul elő ennyire hideg, a mínusz 75 foknál nem szokott hidegebb lenni a Földön általában sehol. Miközben forra cseppfolyós nitrogén, hűti le az edényt. Nézzétek meg, hogy igen nagy mennyiségű cseppfolyós nitrogén forrt el, majdnem tele volt, és most már alig-alig van félig. Ez azt is mutatja, hogy a cseppfolyós nitrogénnek nagy feladat lehűteni az edényt, mert az edényben a levő hőmennyiséget elvonni nem is olyan könnyű. Hát ha még egy egész kicsit töltök a cseppfolyós nitrogénből, akkor hát nem sokára tényleg addig hűtöttünk, addig varázsoltunk, amíg majdnem tele van az edényünk. Hát az első ismerkedés a cseppfolyós nitrogénnel az lesz, hogy akár hiszitek, akár nem, én egy nagyon bátor ember vagyok, rá fogom önteni a kezemre. Mit gondoltok, mi fog történni? Megmutatom. Ráöntöm a kezemre, és amint látjátok, én nagyon jól érzem magam. Az égvilágon semmi bajom nem történt, öntöm bátran a cseppfolyós nitrogént, lehet, hogy el se fogjátok hinni, hogy ez tényleg mínusz 196 Celsius fok hideg. De azért, aki egy kicsit ismeri a fizikát, annak számára, amikor én öntöm a nitrogént, azért látszik, egész pontosan nagyon úgy tűnik, mintha forró vizet öntenék. Kinézetre ugye mindenki azt hihetné, hogy ez forró víz. Azért, hogyha valaki huzamosabb ideig nézi az edényt, akkor azt fogja látni, hogy a forró víztől általában csöppök szoktak megjelenni, ezen viszont előbb-utóbb deresedés lesz majd megfigyelhető, tehát a cseppfolyós nitrogén semmiképpen sem forró. Tulajdonképpen, amikor én ráöntöm a cseppfolyós nitrogént a kezemre, akkor valami olyan jelenség történik, amit 1800-as, 1700-as években Leidenfrost volt, aki kikutatott. Ő egy középkori német tudós volt, és a következőt vette észre. Vegyünk egy, mondta ő, őt idézem, vegyünk egy forró, szilárd tárgyat. Ez a forró, szilárd tárgy legyen sokkal-sokkal melegebb, mint a ráöntendő folyadéknak a forráspontja. Ekkor az történik, hogy nagy sebességgel érkezik, vagy hát szabadeséssel érkezik a cseppfolyós nitrogén mondjuk a kezemre, ugye ez egy szilárd tárgy, és akkor hevesen elkezd forrni a cseppfolyós nitrogén. A heves forrás eredményeként pedig elkezd nagyon sok gáz keletkezni belőle, és ez a nagyon sok gáz nem engedi oda a kezemhez a folyadékot. Ez a titka az egész kísérletnek, vagyis ez azt jelenti, nézzétek meg, bárki otthon elvégezheti ezt a kísérletet, ebből az edényből egy kis vizet öntök az asztalra. Ígyni. Öntöttem egy kevés vizet, jó meleg víz egyébként, majd egy kísérlethez ez szükséges lesz, és azt lehet látni, hogy az edényből kiömlött víz ezen a körön belül van. Azon kívül nem folyott, pedig egész magasról öntöttük, szabadon lefolyhatna az asztalról. Igen ám csak, hogy a víz nedvesíti az asztalt, ez a nedvesítés azt is jelenti, hogy oda fog tapadni az asztalhoz, és akkor az asztalon nem fog lefolyni. Nézzétek meg, hogy a cseppfolyós nitrogén lényegesen különbözik ettől. Ráöntöm az asztalra, így, és az asztalon egy szemernyi sem marad. Egy picike maradék nélkül, tehát maradék nélkül teljes egészében eltűnik. Ha megnézitek közelről ezeket a csöppöket, akkor azt látjuk, hogy mindegyik a szélrózsa minden irányába kezd futni, saját magából csinál magának egy légpárnát, és ez a légpárna akadály nélkül le tud futni, vagyis nem nedvesíti a cseppfolyós nitrogén a számára forró anyagokat. Hogy ez nem nedvesíti, ettől lehet azt megcsinálni, ráönti az ember a kezére, hiszen olyan rövid ideig találkozik a cseppfolyós nitrogén hűtőképességével az ember keze, hogy abból igazi hűlés nem lesz. Én azt mondom, hogy ha valakinek a kezére öntenek, akkor azt fogja mondani, hogy hát kicsit hideg lett, olyan kellemes hűvöskés, de ennél többet nem.
Természetesen az nagyon fontos, hogy az ember nem így tartja a kezét. Nem úgy tartom a markomat, nem így öntöm bele, abban a pillanatban ott megállna a cseppfolyós nitrogén, és elkezdeni a kezemet hűteni, az viszont már fájna. Akkor már üvöltenék, mint a sakál, mert hogy a mínusz 196 Celsius fokon meghűlt emberi test, az könnyedén eltörhető, és komoly sérüléseket lehet bele kapni. Tehát az a lényege a dolgoknak, hogy a cseppfolyós nitrogén tudja azt, hogy megmutatjuk vele, meg tudjuk mutatni vele a Leidenfrost hatást. Hogy mennyire hideg a cseppfolyós nitrogén, azt úgy fogom megmutatni, hogy egy nagyon izgalmas jelenséget, a hőtágulást fogom segítségül hívni. Itt van egy léggömb. A léggömböt fölfújtam, megkötöm, hogy ne szökjön meg belőle a levegő, és fogom cseppfolyós nitrogénnel le fogom önteni. Úgy fogom leönteni, hogy miközben öntöm a cseppfolyós nitrogént rá, arra figyelek, hogy minél nagyobb felületen találkozzon a cseppfolyós nitrogén a léggömbbel. Nagyon vékony a cseppfolyós léggömbnek a fala, így a cseppfolyós nitrogén nagyon rövid idő alatt le fogja tudni hűteni az edény falát, a léggömbnek a gumiját, és ennek eredményeként a léggömbben levő levegő is le tud hűlni, és hogyha a léggömbben levő levegő is lehűl, akkor elkezd összehúzódni, ahogyan azt fizikórán majd fogjátok tanulni, a hőtágulás hatására, ha jelen esetben éppen most összehúzódik. Ugye megbeszéltük, hogy egy rövidebb időre be lehet nyúlni a cseppfolyós nitrogénben, a léggömbünk teljes egészében lehűlt. Nézzétek meg, olyan kicsi, hogy ide be tudom tenni a kezembe. Itt van benne a markomban az egész léggömb, jó hideg, elkezdem melegíteni, és a melegítés hatására fogja magát és visszaalakul. Aha, szóval hív a tanárnő. Haló, tessék, szervusz, te vagy Sarolt, ugye? Szervusz, szép jó estét. Szép jó estét. A diákok aktívak, és már is érkezett kettő kérdés. Igen. Szabó Dániel, 7. B-osztályos tanuló kérdezi, hogy ez a cseppfolyós nitrogén ugyanaz a nitrogéne, mint ami a levegőben található? Ezt a kérdést szeretné föltenni. Igen, nagyon egyszerű a válasz. A levegőnek csak 78% a nitrogén, tehát a levegőt, amikor cseppfolyósítják a cseppfolyósító üzemben, akkor nem csak a nitrogén cseppfolyósodik, hanem cseppfolyósodik vele az oxigén, van benne egy kis argon, van benne széndioxid, és a levegőben levő páratartalom, amiről az elég beszéltem, az meg egész egyszer szilárd halmazállapot lesz, meg is fagy. Hát tulajdonképpen a cseppfolyós nitrogén ennek a lehűtött levegőnek egy szűréssel előállított változata, tehát ez ugyanaz a nitrogén van benne, csak ebben nem találunk sem oxigén, sem argont, sem széndioxidot, sem vizet. Úgyhogy nagyon egyszerű a válasz a kérdésre, azt kell mondanom, nagyon jó kérdés volt. Köszönöm szépen! Jó, köszönjük szépen a választ. A másik kérdése ennek a tanulónak, hogy mi fog történni, ha vízzel találkozik majd ez a folyékony nitrogén, hogy mi történik a ilyen hőmérséklet különbségnél. És a harmadik kérdésünket más témában Ménkű Anna, szintén 7. B-osztályos tanuló tette föl, hogy mi történne a Földön, ha felcserélődne az északi és a déli mágneses pólus. Hát ez, hogy erre van-e jó remény, hogy ilyen történt. Okay. Ez a két kérdés érkezett a már is. Jó. Nagyon. Értem. Jó, az a lényeg a dolgoknak, hogy a következőt kell tudni. Az első kérdés ugye az volt, hogy mi is volt a kérdés, hogy az volt a kérdés, hogy ugye a vízzel tulajdonképpen mit is lehet mondani. Hát próbálom azt olyan szinten megfogalmazni, hogy az általános iskola hetedikes ember nyelvén, tehát a cseppfolyós, tehát a víz, amikor megfagy, akkor hát gyakorlatilag kristályosodik, kitágul. Itt vagy, Sarolt? Igen, itt vagyok. Tehát, hogy mi történik, ha a vízzel találkozik?
a folyékony igen. nitrogén. Tehát az a helyzet, hogy a víz és a nitrogén is mind a kettő folyadék. Amikor ezek találkoznak, akkor a kettő határfelületén energia közlés fog történni. Ez azt jelenti, hogy a víz, amelyek melegebb, az a szobahőmérsékletű lesz, az energiát fog adni a cseppfolyós nitrogénnek. Ettől a cseppfolyós nitrogén elképesztő módon fog forrni, és az az igazság, hogyha ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy nem mindegy, hogy vízre öntünk nitrogént, vagy nitrogénre öntünk vizet, ezen a gyerekek majd elgondolkodhatnak, én egyelőre most ezt nem mondom, nem lövöm le a poént, akkor tulajdonképpen föl lehet gyorsítani az energia átadást, és ha az energia átadást nagyon fölgyorsítjuk, akkor elképesztő mennyiségű gáz fog keletkezni, és az viszi magával a ködöt, hát ebből egy látvány lesz. Ebből egy látvány lesz. Na jó, a másik kérdés az melyik volt? A mágneses pólusoknak a cseréje. Hát az az igazság, hogy a hetedikes gyerekeknek még nehéz elmondani azt, hogy a mágneses pólusok, hogy megvannak, hogy északon és délen megvan egy erős mágneses pólusunk, ez tulajdonképpen a napból érkező részecskéket, mint egy kupacba tereli, és tulajdonképpen ettől a mágneses ez a mágneses terünk lesz az, amelyik meg fog védeni attól, hogy különböző nagysebességű részecskék érkezzenek hozzánk. Na most tulajdonképpen, hogyha a póluscsere előtt történik, akkor a póluscsere előtt és a póluscsere után semmi gond. Ugyanaz a helyzet lesz az, hogy északi, déli, déli, északi, ez ebből a szempontból teljesen közömbös. Egyébként, hogy abban az esetben, hogyha egy kitérőt hadd tegyek, azt meg lehet mondani, hogy amikor fogja az ember és megnézi mondjuk a naprendszernek a bolygóit, és a bolygók között, hogyha talál olyat hasonlót, hogy ilyen sarki fényt lát, akkor az azt is jelenti, hogy ott mágneses pólus van. Ha például valaki megnézi a Jupitert kellő felbontású távcsővel, akkor bizonyos esetekben a Jupiteren meg lehet figyelni teljesen hasonlóan sarki fényt, mint itt nálunk a Földön. Ez azt jelenti, hogy a Jupiternek is biztosan tudjuk, hogy van mágneses tere. No, tehát akkor odáig jutottunk, hogy a pólusváltás előtt északon északi pólus van, délen déli pólus, amikor ez fölcserélődik, a jelenlegi északi pólus a déli lesz, és így tovább. A lényeg a dolgnak az, hogy addig, amíg ez a váltás bekövetkezik, addig mi fog történni velünk emberekkel, illetve az élőlényekkel. Mert abban az esetben, hogyha nincs mágneses tér, akkor a napból érkező elektromosan töltött részecskék be fognak csapódni oda, ahova egyébként nem, és ebből lehetnek gondok. De én azt gondolom, hogy semmi nem utal arra, hogy a mi életünkben pólusváltás legyen, úgyhogy megnyugtatok mindenkit, hogy túl fogjuk élni. Köszönjük szépen! Oké, szervusz Sarolt, akkor ha van még kérdés, várom a válaszotokat. Jó, köszönjük szépen! Az a helyzet, hogy érdemes visszatérni a léggömbhöz, hiszen ez a léggömb most már a beszélgetésünk alatt meg tudott melegedni, és ugyanakkora lett, mint a fölfújás előtt. Tehát tulajdonképpen mit is csináltunk? Lehűtöttük, összehúzódott, megmelegítettük, és az eredeti méretére tért vissza. Ebből azt mondhatjuk, hogy íme láttunk egy olyan folyamatot, amit fizikusok úgy mondjuk, hogy megfordítható folyamat. Ez nagyon fontos, idegen szóval reverzibilisnek szoktuk hívni ezeket a folyamatokat. A cseppfolyós nitrogén hűtőképességét láttátok. Azt is láttátok, hogy a cseppfolyós nitrogén, amikor forr, akkor belőle rengeteg gáz keletkezik. Hát ezt szeretném meg egy kicsit megmutatni jobban. Itt van egy edény, egy ilyen palack, és ebbe az edénybe öntsünk egy kis cseppfolyós nitrogént. Nem sokat, csak egy keveset. Így. Ez a cseppfolyós nitrogén, amikor lehűtött az edényt, akkor nagyjából abba marad a forrás. És most nézzétek meg, ha bezárom az edényt, így a kezemet ráteszem, abba a pillanatban abba marad a forrás. Forrása megszűnt. Ha hagyom, hogy megint szabadon eltávozzon a nitrogén, akkor abba a pillanatban elindul a forrás. Talán még jobban láthatóvá lehet tenni, ha esetleg egy ronydarabbal vagy evel a kesztyűvel le tudom törölni az edénynek az oldalát. Szerintem most lehet látni, hogy a cseppfolyós nitrogén rotyogva forr. Bezárom,
forrás abba marad. Elengedem, forrás megy. Tehát tulajdonképpen azt láttuk, hogy a nyomás hatására meg tudjuk változtatni a halmazállapotot. Tehát magyarul a forrás megkezdődésének kezdete az erősen hőmérséklettől és nyomástól függ. Ha megnöveljük a nyomást, akkor a hőmérséklet emelkedni fog. Egyébként ezt használják ki a kokta gyorsfőzőben. A kokta gyorsfőzőben nagy nyomás alatt van a víz, és ott sokkal magasabb hőmérsékleten fog forni. Ennek eredményeként forrás közben sokkal hamarabb puhulnak meg a koktában betett ételek. No, azt még látjátok, hogy van benne cseppfolyós nitrogén, azt is látjátok, hogy itt jön kifelé a gőz, és akkor azt fogjuk csinálni, hogy nem a kezemmel, hanem ezzel a dugóval bedugaszolom a pillepalackot. És várunk egy keveset, ilyenkor növekszik a nyomás, növekszik és növekszik, látjuk, hogy forrás nem történik, és egyszer csak, lehetséges, hogy lukas ez az edény, keresünk egy másik edényt, ezek az edények néha fogják magukat, elrepednek, de van egy másik edényünk, megcsináljuk a kísérletet még egyszer, tehát átöntöm, itt van az edény, betesszük a dugót, így, és pillanatokon belül történik, amire eddig vártunk. Nézzétek meg, hogy a nitrogén nem forr, növekszik a nyomás, és egyszer csak fogja magát, és a dugó elrepül. Íme itt van. Hoppá! Amint látjátok, a dugó kirepült. Vajon mi mozgatta meg a dugónkat? Hát nagyon egyszerű dolgunk van, hiszen látjuk, hogy ahhoz, hogy a dugó kirepüljön, valakinek ki kell lökni. Hát belülről csak is a gáznak a nyomása lehetett akkora, amely ezt az erőt ki tudta fejteni, és amikor a dugó kicsusszan, akkor a kiáramló gáznak a sebessége föl is gyorsítja, és a kezdetben nyugalomban levő dugó fogja magát és kirepül. Nyugalomban van a dugó a kísérlet elején, a végén pedig fogja magát és fölgyorsul. Nagy sebességgel repül. Ez azért fontos, mert a mozgásállapota megváltozik. A mozgásállapot megváltozása pedig azzal jár, hogy romboló képessége lesz, idegen szóval mozgási energiája. Tehát ez azt jelenti, már számotokra idegen szó ez a mozgási energia. Azt kell mondjam, hogy a cseppfolyós nitrogénben, amikor forr, egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű nyomás lesz. Ez a nyomás nem másonnan származik, mint a környezet megmelegíti, tehát a környezet lehűl, ettől megmelegszik a folyadék, lesz belőle rengeteg nagy nyomású gáz, ez a nagy nyomású gáz fogja kilökni, mozgási energiát ad neki, elindul fölfelé, és ez a mozgási energia helyzeti energiává változik, és a helyzeti energia a legnagyobb akkor lesz, mikor a dugó a tetőponton van, és amint látjátok, ez többször is megismételhető. Azt kell mondjam, hogy ez a kísérlet nem másra tanít meg minket, mint hogy az energia, az egyik fajta energia átalakulhat egy másik fajta energiába. Milyen energiákról beszélünk? Ti nálatok általános iskolában két fontos energiát kell megemlíteni. A kísérletünk szempontjából a mozgási energiát, ami ugye azt mutatja, hogy a dugónk nagy sebességgel elindul fölfelé, ahogy az csökken, úgy növekszik a helyzeti energiája, és ha valaki megkérdezi, hogy tessék mondani nekem, hogy mégis az egész energia honnan lett, hogy igaz-e az energia megmozgás törvény, azt kell mondani, hogy igen, ha például itt valaki megmérne az asztalnak a hőmérsékletét, sokkal alacsonyabb a hőmérséklete, mint itt, ugye itt még szobahőmérsékletű, itt viszont a cseppfolyós nitrogén lehűtötte, és ennek okán tudott elkezdeni forrni. Természetesen, hogyha megnézzük, hogy milyen magasra fog fölmenni a dugó, nagyon sokat számít, hogy mekkora a térfogata a palacnak, és mekkora benne a nyomás. Azt hiszem, hogy jól látjuk, hogy a dugó nem is megy olyan alacsonyra, úgy is mondhatnánk, hogy az a kísérlet elég izgalmas. Hogyan lehet ebből még izgalmasabbat csinálni? Nézzétek meg, semmi más nem csak, csak megint bedugom a dugót az előbb, megfordítom, és most a pillepalack fog elrepülni, és a pillepalackunk, ha megnéztétek, sokkal-sokkal magasabbra megy föl, amint látjátok, el is törött a pillepalack,
Itt keletkezett egy luk, de nagy szerencsétek van, mert hoztam még egy palackot. Én készülök általában, mert ezek a palackok ezek nem hosszú illetőek, főleg ha az én kezemben van. Tehát megmutatom ezt a kísérletet még egyszer. Tehát fogjuk magunkat, megtöltjük a pillepalackot, illetve csak teszünk bele egy keveset. Azt hiszem, ennyi bőven elég is lesz. Majd ezek után, ahogyan eddig is csináltam, beteszem a dugót, megfordítom, és egyszer csak fogja magát, már nem tudom tartani, akkor lesz a nyomás, és rakétát sikeresen elindítottuk. Mire tanít meg minket ez a kísérlet? Hát az egyik, talán legfontosabb dolog, az nem más, mint hogyha fogjátok magatokat, és fizikát tanultok, még rosszalkodni is jobban tudtok, hiszen ki ne akarna fiúként vagy lányként egy jó rakétát elrepíteni, és a rakétarepítésnek mi a célja, hogy minél magasabbra, minél messzebbre menjen, és minél gyorsabban. Tehát pontosan érdemes megtanulni azokat a dolgokat, ami ebben, hogy is mondjam, fontos ebben a kísérletben, az, hogy legyen nagy a nyomás, minél könnyebb legyen a pillepalack, ennél ez lesz annak a magyarázat, hogy minél magasabbra és magasabbra fog elrepülni. Természetesen, amikor a pillepalackot én megfordítom, benne van a cseppfolyós nitrogén, egy pillanatra álljunk meg, itt van a cseppfolyós nitrogén, itt van a dugó. Amikor a dugó elindul hátrafelé, akkor meglöki egy kicsit az asztalt, akkor az visszalöki az egészet, és akkor az itt levő nagy nyomású gáz kinyomja a folyadékot. A folyadéknak még mindig nagy a tömege, tehát először hátra lökte ezt a nagy tömegű dugót, utána hátra lökte ezt a nagy tömegű folyadékot, és utána még a gáz, a nagy nyomású gáz is kiáramlik, vagyis egy három fokozatú rakétánk van. Abban az esetben, hogyha úgy nézzük meg a kísérletet, ahogyan azt ezzel elején csináltam, figyeljétek meg, hogy amikor kilövi a dugót, akkor mind a folyadék, mind a palac nyugalomba marad. Tehát csak a gumidugó fog elrepülni, és ezt a gumidugót csak és kizárólag a nagy nyomású gáz fogja röptetni. Vagyis ezt elmondhatjuk, hogy ebben az esetben, ha így megfordítjuk, biztosan sokkal magasabbra fog elmenni. Ha most látnátok a mennyezetet ott fönn, az ami kb. 7 méter magasan van, minden egyes ilyen lövés után egyel kicsit nagyobb luk keletkezik ott az asztalon, de hát ezt már tőlem megszokták. Van még egy másik kísérlet, ami ebbe a kategóriába tartozik. Nézzétek meg, még mielőtt ezt megcsináljuk, megmutatnék nektek egy dolgot. Tudom, hogy mit is keresek. Keresünk egy tölcsért. És hát ugye azt mondtam az elébb, hogy ha meggondoljuk, a cseppfolyós nitrogénből rengeteg gáz keletkezik. Hát ezt láttuk. Na, hogyha rengeteg gáz keletkezik, akkor miért is kéne nekem küzdeni abból, hogy fölfújjak egy léggömböt? Miért is? Hát nem kell. Hát egyszerű, fogom a tölcsért, belerakom a cseppfolyós nitrogént, a tölcsér segítségével a léggömbbe, így, még lehet, hogy sok is ez, amit ide betettünk. Itt van benne a cseppfolyós nitrogénben, a nitrogén a léggömbben, látjátok, hogy a nitrogén már kezd deresedni, itt pedig a tetején jön kifelé a gáz, tehát akkor most én bezárom, elkezdem rázni, majd csak föl fogja fogni. Hoppá, de ez most eldurrant, nézzük meg, hogy miért. Ha megnézitek, akkor itt van, koppant ez az edény, tehát valósággal koppant, ha megmelegítjük, akkor pedig ilyen a hangja. Tehát valójában valamit más is történt, nem csak az, hogy fölfújódik. Nézzük meg ezt pontosan, mi is történik. Ha valaki már játszott léggömbbel, akkor tudhatja, hogyha megfogjuk a léggömböt, megnyújtjuk, így, elengedem, visszakapja az eredeti állapotát. Mit is jelent ez? Azt mondja a tanítónéni, hogy gyerekek, ez a léggömb, ez rugalmas, mert erőhatására deformálódik, és az erőhatás megszűnte után az eredeti alakját, méretét fölveszi. Ez idáig teljesen világos. Nézzük, mit tudunk mi még erről a rugalmasságról mondani. Hát itt van a cseppfolyós nitrogén, beletettem ebbe az edénybe, keresek egy fogót, és ennek a fogónak a segítségével ezt a léggömböt a cseppfolyós nitrogénbe belemártom. Ígyni, ott van benne. Lehűlt. Valami izgalmas dolgot látok, figyeljétek meg, hogy ebből a cseppfolyós nitrogénnel lehet zörögni.
Ez nem szokott a normál léggömb. A normál léggömb, ami nincs lehűtve, az ilyen hangot ad. Ez pedig lehet kopácsolni vele. Na, hűtsük csak még egy kicsit le, és még egy dolgot megmutatok, ami nektek biztosan nagyon fog tetszeni. Nézzétek meg, megpróbálom megtörni a léggömböt, és úgy törik, mint a ropi. Látjátok? Törik. Amikor ilyen nagyon hideg a léggömb, akkor megváltozik a viselkedése. Nagyon érdekesen fogalmaztam, megváltozik a viselkedése. Azt mondják, hogy az anyagoknak van tulajdonsága. De valójában ez, hogy törik, vagy rugalmas a léggömb, ez nem tulajdonság, hanem állapot. Nézzétek meg, az a darab, amit az elébb eltörtem, ez a kis fekete darab, ez most szobahőmérsékletű lett, a tenyerem közé vettem, megmelegítettem, és most, ha megnézitek, akkor lehet látni, hogy ugyanúgy rugalmas, mint amilyen volt a kísérlet elején. Vagyis összefoglalva, azt lehet mondani, hogy a hőmérsékletét lecsökkentettük, ettől a léggömb rideg és törékeny lett. Amikor megint megmelegedett, akkor ismételten rugalmas lett a viselkedése, nem a tulajdonsága. Tulajdonsága a színe például, mert ez végig fekete volt, ha jól meggondoljátok. Tehát ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet az a viselkedés befolyásoló tényező, idegen szóval azt mondjuk, hogy állapot határozó. Világos, nem bonyolult a dolog, mindenki érti, hogy mit jelent az állapot határozó. Az állapot határozó egy olyan fizikai mennyiség, amitől megváltozik az anyagnak az állapota. Ilyen állapot a halmaz állapot, hőmérséklet hatására megváltozik a szilárdból, cseppfolyós lesz, a cseppfolyósból légnemű, és visszafelé is meg lehet tenni, de ilyen állapot határozó a hőmérséklet abban az esetben, a rugalmas, vagy éppen törékeny léggömböt tudunk varázsolni a hőmérséklet segítségével. Ugyanaz az anyag, kémikus megvizsgálna mind a két esetben, ugyanazt találja, csak a viselkedése más. Na jó, akkor most megnézhetjük azt a kísérletet, amit az elébb ígértem. Megint csak azt szeretném megmutatni, hogy mennyi gáz keletkezik a cseppfolyós nitrogén elforrása közben. Itt van a tölcsér, megtöltöm ezt az edényt. Ebben az edényben én még hozok cseppfolyós nitrogént. Egy kevés kis cseppfolyós nitrogén utánpótlásra van szükségünk. Itt van ez az edény, szép nagy, és ebből öntünk ide ebbe a tartályból, ide ebbe az edénybe, és ebből az edényből fogjuk megtölteni a palackunkat. Így. Tehát, nézzétek meg, egy kis töltögetés, és a palackunk teljesen tele van cseppfolyós nitrogénnel, vagy tele lesz töltögetés révén. Úgy, már hallom, hogy tele is van. Ha megnézitek, tényleg tele van. Ezt most le fogjuk egy dugóval zárni, de nem ezzel a dugóval, hanem egy másikkal. Nagyon hasonlít ez a dugó. Annyiban különbözik, hogy át van fúrva, és egy cső van benne, egy vastagfalú cső. Nézzétek meg, hogyha ezt a csövet ide bedugom, akkor mi történik? Így néz. Ha jól megnézitek, nem más történik, mint a cseppfolyós nitrogén segítségével készítettünk egy szökőkutat. A szökőkút működése nagyon hasonlít, a folyamat pontosan ahhoz hasonlít, amit az elébb láttunk a dugókilövésnél, a rakétázásnál, hogy a cseppfolyós nitrogén megmelegszik, forrásba jön, rengeteg gáz keletkezik belőle, és ez a rengeteg gáz nagy nyomással van, és ezen a búvárcsövön, ami leér az edény aljáig, ezen az edény alján levő lukon keresztül végül is föl tud spriccelni. Hát ez, hogy látványos, azt majd döntsétek el ti, de én nekem mindig nagyon tetszik ez a kísérlet. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy a cseppfolyós nitrogénes kísérletek azok izgalmasak, a gyerekek szeretik, és akár tetszik, akár nem, akkor a következő kísérletet pedig úgy fogjuk megcsinálni, hogy én melegítek egy kis forró vizet, erre még azért lesz szükség, mert ismételten fogunk majd találkozni a cseppfolyós nitrogénnel és a vízzel, amit kérdeztetek, hogy mi történik akkor, mikor a cseppfolyós nitrogén összeöntjük a vízzel. Amíg a víz megmelegszik, addig egy olyan kísérletet mutatok meg nektek, ami nem cseppfolyós nitrogénnel
kísérletezünk, hanem most egy másik folyadékot fogok nektek előállítani, és ez a másik folyadék, ez egy nagyon meleg folyadék lesz. Nézzétek meg, amiket idehoztam eszközök, mi is kell hozzá, hát van itt két darab fogó, van itt egy szög, meg még egy szög, és itt van egy transzformátor. Ez a transzformátor egy nagyon, maga nemében nagyon izgalmas transzformátor, ez, ha megnézitek, akkor a primer oldala az majd a konnektorba lesz bedugva, a szekunder oldala meg összesen 1-2-3 menettel bír, és ezek jó vastag drótok, ha jól megnézitek. Vagyis ez azt jelenti, hogy elektromosságtan kísérletből olyat fogunk látni, amelyben nagyon nagy áramok lesznek kis feszültség mellett. Hogy biztosan jól kapcsoljam össze a dolgokat, ugye azt kell, hogy ide fogjuk a transzformátorunk egyik végére rákapcsolni a szöget. Igen, a szöget szépen rá fogjuk ide szorítani. Egy kicsit még szorosabbra vesszük. Igen. És az áramkör záródását a másik fogóval fogjuk befejezni. Így. Közben ezt kikapcsolom. A másik fogó is itt van. Jó. Így. Jól megszorítom. Így. Na most akkor minden kész van ahhoz, hogy a kísérletet megmutassam. A vasnak, amint látjátok, amiből a szög készült, a vasnak a hőmérséklete jelen pillanatban a szobahőmérséklet. Rendet teszünk az asztalon, mert ahogy mondani szoktam, rend a lelke mindennek, még a fizika kísérletezés közben is érdemes rendet tartani. Kikapcsolom a kapcsolóval a hosszabbítót, az eszközünket bedugjuk a konnektorba, még nincsen áram alá helyezve. Elmondom, mit fogtok látni. Itt van egy szoba hőmérsékletű vasdarab, egy szép húzalszeg. Körülbelül 4 mm-es az átmérője. Ezen áramot fogunk folyatni. Az áramot, amikor folyatja az ember, az áram, amikor keresztül halad, akkor meg is fogja melegíteni a vasat. Kezdetben ez a melegedés ez nem lesz látványos. Vége felé majd meglátjátok. Egyelőre most bekapcsolom, és nézzük meg a kísérletet. Amint látjátok, melegszik és melegszik, egyre melegebb és melegebb, és fogja magát, addig melegszik, míg egyszer csak fogja magát, és elcsöppen. Ha elcsöppent, azért a zsarátnokot elteszem, akkor láttátok, rövid idő alatt, nagy teljesítménnyel meg tudtuk melegíteni az acélt olyannyira, hogy egy csöpp keletkezett belőle, folyadékot csináltunk. Megint csak az történt, hogy állapot határozó, vagyis a hőmérséklet volt a számottevő, az izgalmas. Tehát az állapot határozó, a hőmérséklet meghatározta az anyagnak egyik részre azt, hogy könnyedén alakítható lesz, és a végén pedig meg is olvadt. No, hát hogyha ez mind megvan, akkor már csak az maradt hátra, hogy amit készítettem forró vizet, ezeket el kell innen rakni, amit készítettem forró vizet, annak a forró víznek a segítségével össze fogom önteni a cseppfolyós nitrogént a forró vízzel. Hogy pontosan miben is fogom összeönteni, hát ebben az edényben. Közben elrakom ezt a transzformátort, mert nem nagyon örülnék neki, hogyha ez vizet kapna. Így. Tehát itt van a konnektort, elrakjuk innen, azt meg pláne nem hiányzik, és akkor öntsünk bele cseppfolyós nitrogént. A cseppfolyós nitrogénből még egy kevés van, de nem sajnáljuk, van bőven. Veszünk a tartályunkból egy kis cseppfolyós nitrogént. Öntöm befelé, így. És beleöntjük a cseppfolyós nitrogént. Látjátok, ez jó pár liter nitrogén. És a cseppfolyós nitrogénről most elmondom nektek, hogy nagyon fontos, hogy mit tudunk róla.
Tudjuk, hogy mínusz 196 Celsius fok a hőmérséklete. Tudjuk azt is, hogy nagyon kevés energiával már forrásba hozható, és még egy dolgot most mondok el nektek, a sűrűsége viszont kisebb, mint a vízé. Egy liter cseppfolyós nitrogénnek 0,9 kg a tömege, vagyis 90%-a a víz sűrűségének. Egy liter víz, ugye az 1 kg tömegű, ez az ESI mértékrendszernek annak idén a definíciója volt. És hát ugye most itt fogom a forró vizet, itt van a forró víz, ezt a forró vizet én ide beleöntöm, és ha beleöntöttem, akkor ezek ki fogják cserélni az energiájukat. A cseppfolyós nitrogénnek alacsonyabb a hőmérséklete, ő föl fog venni energiát, a vízé az pedig melegebb, ő le fog adni, még egy picit melegítsünk a vizen, tehát ő le fog adni energiát, és ennek eredményeként azt lehet mondani, hogy a vízről tudjuk, hogy majd elkezd megfagyni, a cseppfolyós nitrogénről pedig azt fogjuk tudni, hogy forni fog. Tehát ez azt jelenti, hogy találkozik a borzasztó a hideg, a számára elképesztően forróval. Tehát mindenképpen azt kell mondjam, hogy a jelenség önmagában izgalmas. Ha a cseppfolyós nitrogén van alul, fölül pedig a víz, akkor ezek helyet akarnak cserélni. Ő megy lefelé, ő jön fölfelé, cseppekre szakad, és elképesztő nagy felületen fog találkozni a hideg és a meleg. Ennek eredményeként azt várjuk, hogy a kísérletünk az látványos lesz. Annyit szeretnék mondani, hogy ez a kísérlet a mai nap kísérletének az utolsó kísérlete. Nagyon sok sikert kívánok a tanévhez. Vigyázzatok magatokra, igyekezzetek nem elkapni a vírust. Sziasztok!